Ez a harang egykor az erdészek munkaidejének kezdetét és végét jelezte. Most az Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportjának idei családi napját nyitotta meg a Kőszegi hegységben a Steyer-házaknál. Az a célja ennek a programnak, hogy megmutassuk egyrészt az egyesületek munkáját, munkásságát, az éppen az évi programokat, valamint minél több tagot toborozzunk az egyesületbe, ugyanis nem csak erdészek lehetnek a tagok, hanem bárki, aki érdeklődik az erdőgazdálkodás természetvédelem iránt. A helyszín egykor a térség fontos gazdasági központja volt, hiszen az ide telepített Steyer erdészek szakértelmének köszönhetően mintaértékű erdőgazdálkodás zajlott. A Szombathelyi Erdészeti ZRT 1996-ban újította fel az épületeket, múzeumot, turistaszállót és erdei iskolát hozott létre. A családi nap résztvevői megismerhették például a fokozottan védett terület élővilágát. Itt látunk egy foltos szalamandra lárvát, tehát ugye ő egy igazi kétéltű, ami azt jelenti, hogy a kétéltűek ugye a vízben szaporodnak, tehát az vagy petét raknak a, mondjuk a békák vagy a gőték, míg a szalamandra kvázi eleven szülő. A túrázni vágyok meghódíthatták a hegység egyik legmagasabb pontját, a Kendik csúcsot, a családok végigjárhatták az öregbükk tanösvényt, a gyerekek pedig kézműveskedhettek. A 6 éves Hédi nagyszüleivel érkezett a rendezvényre. A nagypapáékkal, és szeretnék majd átfesteni, meg ilyen kézműves játékokat játszani. A nyugalmazott erdőmérnök nagypapa rendszeresen részt vesz az ország egyik legrégebbi egyesületének programjain. A Erdészeti Egyesületnek, vagy lassan már 60 éve tagja vagyok, mert 14 éves koromban még az Erdészeti Technikumban léptem be, és hát az Erdészeti Egyesület rendezvényein általában részt szoktam venni. A családi nap résztvevői megkoszorúzták a hegység élővilágát, értékeit feltáró kutatók emlékkövét. A programból természetesen nem hiányzott a bográcsban készült vadpörkölt sem.